Nehezen áll a számra ez a jó estét kívánok, amikor még tök világos van odakint és süt a nap, de hát tulajdonképpen 6 óra lesz mindjárt, és valószínűleg ez így van rendjén, jó estét kívánok. Ez a nap híre, és ma is több a téma, mint a műsoridő, úgyhogy vágjunk gyorsan bele, ismerjék meg, hogy kikkel fogunk beszélgetni ma este. Itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke, Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, és Veres Gábor újságíró, az MSZP volt szóvivője. Jó estét kívánok, szervusztok. Elmondom, hogy mi a nap kérdése, nem ezzel a témával kezdünk, de el fogunk jutni oda, és kíváncsi vagyok, hogy vajon a szavazati arányok változnak-e addig. Úgyhogy szavazzanak, van még rá lehetőség, tudják, nem kerül egy fillérbe se, menjenek fel az ATV honlapjára, vagy a Facebook oltalunkra, és csak egy kattintás az egész. Ma azt kérdeztük önöktől, hogy egy kutatás szerint akár 600 ezren lehetnek azok, akik a kivándorláson gondolkodnak. Ön gondolt-e már ilyenre? 79% mondja azt, hogy igen, előfordult, és a matematika szabályai szerint ugye 21% az, aki azt mondja, hogy nem, soha nem lennék erre képes. A 79% azért is megdöbbentő, mert azért azt lehet tudni, hogy az ATV nézői inkább egy magasabban pozícionált társadalmi réteget képviselnek, tehát ha az ő közel 80%-uk gondolt már arra, hogy elhagyná az országot, ez tünetértékű. Beszélni fogunk erről, de az első témánk az, hogy Tarlós István lesz Budapest főpolgármestere 2019-ben, vagy nem. Ezt egyelőre még ő sem tudja. Nyakunkon az önkormányzati választás, de Tarlós István még nem árult el, hogy indul-e újra. A főpolgármester Tusnádon beszélt arról, hogy csupán azt követően dönt az újraindulásról, ha már ismételten beszélt Orbán Viktorral. Az elhatározásában ugyanakkor jelentős szerepet játszik az is, hogy mit mond majd erről a felesége, aki úgymond az igazi főnöke. Az ATV.hu értesülése szerint Tarlós István már nem igazán szeretne indulni az önkormányzati választáson. Éppen ezért Orbán Viktorék különböző sikerprojektekkel, mint például a Lánchíd alagút felújításával, a 3-as metró gyors rekonstrukciójával, vagy a 4-es metró esetleges meghosszabbításával csalogatnák el a jövő évi választásokig. Bocsánat, nem akarom kibeszélni, de Vadai Ágnes azt mondta, amikor én azt mondtam, hogy Tarlós István lesz Budapest főpolgármester, hogy nem. Miért ilyen biztos ebben? Hát én azt gondolom, hogy a demokratikus ellenzéknek olyan jelöltje lesz, aki akár Tarlóst, akár bárkit, aki a Fideszből indul, Budapesten le fogja tudni váltani. Ez egyrészt lehet megalapozott, másrészt megalapozatlan optimizmus is. Megalapozott annyiban, hogy Budapest tavasszal bizonyította, hogy nem fideszes többségű város. Az ellenzék meg azt, hogy képtelen bármit észszerűen csinálni. Az ellenzék egy része képtelen bármit csinálni. Szerintem az elmúlt napok nagyjából ezt mutatják, az világosan látszott. De ugye a téma alapvetően az, hogy Tarlós István most csalogatják, meg hízelegnek, meg megpróbálják rávenni arra, hogy induljon. Én azt gondolom, hogy ráfér tényleg. Ennyi év után, ennyi kár után, amennyi Budapestnek okozott, tényleg mindenkivel azt teszi a legjobban, a családjával, a budapestiekkel, az itt élőkkel, az ideérkezőkkel. Hogyha elmegy és a nyugdíjas éveit tölti mostantól kezdve, vagy 2019 után. Szóval, aki most jár Budapesten, mondjuk felszáll a tömegközlekedésre, szerintem az konkrétan Tarlós Istvánhoz öregszik. Tényleg, tehát a 4-es, 6-os villamos, a 75-ös troli, az valami elképesztő, amilyen lassúsággal, amilyen gyakorisággal történnek például a 4-es, 6-os mentén a felújítások. Nem tudom. Valóban akarja a kormányzat, hogy Tarlós folytassa, vagy pedig az ő kifárasztása zajlik? Mit gondoltok? Hát, ami nagyon durva, hogy a testre szabott törvényhozásnak az egyik nagyon súlyos esetét fogjuk itt látni. Ugye az a mondás, hogy ha a Tarlós nem indul, akkor nem is lesz közvetlen választás. Igen. Budapesten. Én meg azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Tehát a Fidesz már szondázza az ötletet, hogy egyszerűen elveszi a budapestiek jogát attól, hogy maguknak válasszanak főpolgármestert. Hogyha Tarlóssal nem indulhatnak, és másra ugye nincs esélyük, akkor azt mondják, hogy ne is legyen választás, majd a kormány kijelöli azt, hogy melyik kerületi polgármester, nyilván melyik kerületi fideszes polgármester legyen majd 2 évre a főpolgármester. És meg örülök, hogy ezt felvetetted, mert mi ebben az ügyben aláírás gyűjtünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy te is, és sok budapesti polgár el fogja írni ezt a kezdeményezésünket, ahol világossá szeretnénk tenni a kormánynak, hogy akit kineveznek, az nem főpolgármester, hanem politikai komisszár. A főpolgármestert azt választani szokták. És mi alapján választják majd a főpolgármestert, és hogy egyáltalán lesz-e főpolgármester választás, ugye ez a kérdés. Nemrégen volt néhány időközi kampány itt a fővárosban,
és mindegyik kampány előtt valakitől azt hallottam, hogy legjobb lenne nem megnyerni ezeket a kampányokat, mert ha megnyeri az ellenzék az időköziket, akkor megijednek a fiúk, és változtatni fognak a rendszeren úgy, hogy az nekik jó legyen, mert hogyha meg lehet őket verni ebben az időszakban, akkor valószínűleg 2019-ben is meg lehet verni őket. És ugyanez volt az igazsága a főpolgármester személyére is, hogy ez is attól függ majd, hogy milyen kedvük lesz, meg hogy áll majd a politikai szél, hogy lesz a főpolgármester jelölt közvetlenül választva. Az időközi kampányokat csak altattuk a Fideszt, hogy aztán belesétáljanak a csapdánkba, és 2019-ben egy akkora verést kapjanak itt Budapesten, amekkorát megérdemelnek, hogy a 38%-ot kaptak idén tavasszal is, tehát egy egységesen támogatott ellenzéki jelölt, mint például Karácsony Gergely, könnyedén elverné Tarlóst is, vagy bármely Fidesz. De azért előtte mondom, hogy azért van egy főpróba, ahol bebizonyíthatjuk, hogy igazán nagyot tud az ellenzék alkotni, mert hogy össze tud fogni, meg képes normálisan gondolkodni. Ez a 15. kerületi időközi választás, ahol Hajdú László korábbi DK-s polgármester által is támogatott, meg több ellenzéki párt és formáció által is támogatott Német Angéla fog indulni, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy azért ott, hogy mondjam, ott ne dőljünk hátra, ott menjünk, az egy fontos kerület, ott sok egyéni sikert is sikerült elérni. Ezt a műsort, amit most csinál, ezt 4 évvel ezelőtt, tehát a legutolsó választáskor is megcsinálta, vagy az csak nekem van meg? Hogy, nem, tehát... hogy ugyanez volt a történet, hogy hát az asszony a főnök, én nem biztos, hogy akarom már ezt meg, nem tudom. De hát aztán végül is csak elvállalt a nagy nagyon őszintén ezt az együgyű hisztit én annyira nem bírom. Tényleg, főleg a férfi túljon, tehát ugye az egészen elképzelhető. Egy kicsit... Megyünk, maradunk. Kicsit benne van a válasz, de hogy ti őszintén elhiszitek azt, hogy a Fidesz tényleg akarja Tarlóst arra rábírni, hogy induljon el 2019-be? Akarják ők ezt az embert? Hát, szerintem ők leginkább azt akarnák, hogy a B-változatot valósítsák meg, nevezetesen, hogy egy politikai komisszár nevezzenek ki Budapest élére. Tehát, hogy számukra az lenne a legideálisabb, mert a tavaszi választások azért alapvetően azt mutatták, hogy Budapesten nagyon más a politikai helyzet, mint az ország többi részében, és itt valóban egy jó jelöltel, egy új főpolgármester jelöltel van esélye az ellenzéknek nyerni. Éppen ezért, és ma nyilván Tarlós Istvánban látják azt, aki esetleg meg tudja szorítani ezt az ellenzéki jelöltet, de még egyszer mondom, a Fidesz számára az lenne a legjobb, ha nem lenne választás. Ha mindenhol kinevezhetné a polgármestert, tehát hogy meg a testületeket, akkor lenne szerintem a legboldogabb, és akkor lennének igazán nyugodtak. És ez milyen már, hogy gyakorlatilag egy ilyen nyílcini alkudozás zajlik Tarlós és a kormányzat között? Hát inkább hiszti. Tehát ez mondom, ez az együgyű. Szerintem egyik sem. Együgyű hiszti. Szerintem ez egy cijáték. De hisztisnek tűnik az egész. Nyilván, de másoldalról kínos. És ez nem gyengíti Tarlóst. Tehát én azt gondolom, hogy a választópolgárok bizalma abba kéne meglegyen, akin azt látják, hogy nagyon akarja ezt a dolgot. Tehát, hogy egy ember, akinek víziója van, akinek minden sejtje arra rezeg a nap 24 órájában, hogy ő ezt a várost vezesse. Ja, hát ő ezt soha nem is akarta, ő csak így valahogy túl akarta élni. Tehát ez világosan. Hát ugye, ha végignézzük mondjuk az elmúlt időszakban Tarlós István tevékenységét, az ő nevéhez fűzőnek például a budapesti zöld területek drasztikus csökkentése. Tehát a faírtás az ő világa. Az a bringásokat szereti, mondjuk ezt tegyük az hozzá. Nagyon szép, nagyon jó, de hogy mondjam, fa meg zöld felület nélkül ez a város előbb-utóbb meg fog halni. Tehát, hogy ebben ő egészen biztosan nagyon jó, na meg abban, hogy a politikai riválisait, akik ott ülnek a közgyűlésbe, hát válogatott szavakkal tudja, hogy mondjam, ostorozni, meg szidni, miközben olyan kérdéseket vetnek fel, ami valóban a budapestiek életét érinti. Még egyszer mondom, nekem a tömegközlekedés, mert én tömegközlekedésre járok, hát én attól tényleg, tehát... Hú... Egyébként még így is Budapesten az egyik legjobb Európában. Igen, csak nem ehhez vagyunk szokva. Tehát nem ahhoz vagyunk szokva, hogy mondjuk a 4-es, 6-os villamos vonalát 2 évente újítják, és hogy valaki, amikor a Mester utcánál jár, akkor látja, hogy a villamos kb. 1/2 km/h halad, mert ha ennél gyorsabban menne, akkor valószínűleg kiborulna a villamos a helyéről. Tehát ugye az látszik, hogy hiába a felújítás, és észszerűtlenül az egész, amikor elkezdenek újítani 4-es, 6-ost, elkezdik újítani a Szent István körutat, majd a Dózsa-György utat, és kész. Tehát, hogy ott állsz, és azt nem tudod, hogy ne, ugye a 3-as metrót már most végre felújítják, és azon gondolkodsz, hogy lehet, hogy jobban jársz, ha gyalogolsz. Én bringás vagyok, úgyhogy nem véletlenül élcelődtem a bringásokkal, akiket nem szeret Tarlós egyébként, tehát ezt tegyük hozzá. Szerető valaki magán kívül. Tehát ezt lehet tudni, hogy bennem miért van ilyen indulat. Tehát, tényleg a túlzsúfolt nagyvárosokban az tök egyértelmű, hogy az autóközlekedésnek vége, van közösségi közlekedés és bringa.
mindenhol a világon. Miért nem szereti ő ezt? Tudjuk? Tarlós egy végtelenül szűklátókörű ember, és miután ő egész életében kocsikázott fel alá, tudjuk, hogy a forgalomszervezés, sőt, bizonyos felújítások is azt szerint dőlnek el, hogy Tarlós István, amikor arra jár reggel, hogy látja jónak, vagy hogy találja a leggyorsabbnak. Volt még ez a bekanyarodó sztori, hogy volt tudós bekanyarodni, amikor a feleségét, hogy megint a feleségén... Amikor igen, a feleségét igen. megbüntették, na akkor hát, kiborult a Billy. Tehát, igen. hogy látszik, hogy annyira egy nézőpontból tudja szemlélni Budapest helyzetét, és az, hogy itt 2,5 millió ember él, mozog, dolgozik naponta, ugye a bejárókkal együtt, ezeknek az embereknek a helyzetében egy kicsit se tudja beleképzelni magát, és az vele a probléma, hogy alkudozik egyébként, szerintem alkudozik, csak nincs alkupozíciója, és nem tud olyan ígéreteket, olyan garanciákat kicsikarni, amiket aztán behajthat, és ami a budapestieket vált szolgálná. Meddig lehet még ezt az egészet játszani? Tehát 2019 itt lesz mindjárt. Meddig lehet játszani ezt? Én is pont ezt akartam mondani, nagyon jó ez a kérdés, mert nekem is az a véleményem, hogy azért gondolom, hogy színjáték ez a történet, mert ennek egy évvel a választás előtt kicsivel több, mint egy év van hátra, ha ősszel lesznek a választások, mármint az önkormányzati választások, ha lesznek egyáltalán. Egy évvel a választás előtt azért illik tudni, hogy valakinek van jelöltje egy ilyen fontos pozícióra, vagy nincs. Na most, hogyha Tarlós István, el tudjátok-e képzelni azt a helyzetet, hogy Tarlós István azt mondja, hogy nem vállalom. Én nekem ez előttem... Hát ha a felesége azt mondja neki, hogy ne vállalja, hát, akkor könnyen. Lehet, hogy azt fogja de előttem mondani. Nincs tehát... meg ez a helyzet, de mondjuk, ha mégis azt mondaná, hogy nem vállalom, akkor ki lenne? 14-ben ugye nyáron nyúltak hozzá az önkormányzati választási törvényhez, tehát egy picit sem zavarta őket, persze. hogy 3-4 hónappal a választások. Valószínűleg majd ahhoz igazítják a törvényeket. Ahhoz. Hogyha én akarom dönteni, vagy engem egy ilyen fontos pozícióra megkérnek, mondjuk most, vagy éppen benne ülök, és el kell döntsem, hogy folytatom. Hát azt gondolom, már tudom. Tehát az a játék, ami itt megy, én ezt egyszer mondom, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem bele, lehet bele abba, hogy program nem kell, mert azt fogja mondani, hogy folytatja. Ami, tehát szerintem önmagában egy katasztrófa. Megint lesznek hírások a nyilván téren. El fogja mondani, hogy a politikai rivális, aki vele szemben indul, azok teljesen alkalmatlanok, és nagyjából ebbe a mederbe fog folyni, miközben a kormány közben párhuzamosan azért mégiscsak felállított valamiféle Budapest államtitkárságot, hogy azért a fél szemével, ha nem mind a kettővel rajta legyen azon, hogy Budapesten mit lehet csinálni, vagy egyáltalán mit csinálhat a főpolgármester. A legutolsó parlamenti ülésnapon azt hiszem, a legutolsó, vagy a keddén fogadtuk el a Budapesten vonatkozó javaslatokat, ami lényegében... Fogadta a hóért. Hát, mint hogy nyilván a parlament, a többség fogadta el azokat a javaslatokat, ami arra vonatkozott, hogy hát lényegében azt mondom, hogy a főpolgármester valahol ebben a formában nyámság alá kerül. Éppen ezért mondjuk nyilván egy ellenzéki főpolgármesternek sokkal nehezebb lesz a dolga, de azt gondolom, hogy ha olyan jelölt lesz, akiben van elszántság, akiben van akarat, és nagyon fontos kreativitás, meg tisztelet az itt élőkkel szemben, mert ez az, amit én nem látok egyébként a kormányzat irányából. Tehát, hogy nem szeretik Budapestet, mert Budapesten máshogyan gondolkodnak az emberek, de ezt sokszor végigéltük, 98-tól kezdve egészen legutolsó választásig. Ez mindig az volt, hogy Budapest lakóit büntették. Tehát ne gondolja senki, hogy az, ahogy Tarlós lett a fő polgármester, attól Budapest a szimpatikusabb lett a Fidesz világnak. Egyáltalán nem. És hát a tavaszi választási eredmények kapcsán meg nyilvánvalóan azért ott... Kihúztuk a gyufát. Látható, hogy itt is ugyanaz az autoriter rendszer igen. épült ki a fővárosban, mint amit a kormány csinál. Közben eljátsszák, hogy az a jóságos nagyapó ül ennek az egész történetnek a tetején, akiről meg sem fordul az emberek nagy százalékának a fejében, hogy hogyan viselkedik egy közgyűlési ülésen. Valóban, ahogy mondtad, hogy hogyan lázza a képviselőket, akik vele nem értenek egyet. Na figyelj, egy gyénémet. Igen, hát például. És tehát olyan stílusban nyomja, hogy egész egyszerűen vérlázító, és az emberek azt gondolják róla, hogy ő egy Mikulás, de miért? Mert nem tudom, de nem azt. Most itt mondjuk el nézőknek, hogy nem gondolom azt, hogy Mikulás, én azt gondolom, hogy például a közgyűlésben, amikor Gyénémet Erzsébettel, a DK önkormányzati fővárosi képviselő így beszél, miközben Zsóka egy végtelenül kedves, egy végtelenül normális, egy tehetséges politikus hölgy, szóval úgy beszél, hogy az valami elképesztő, akkor én azt tudom mondani, hogy Tarlós István ilyenkor nyilván beveszi, lehet, hogy szeri a bunkó tablettát, és az hat rá, tehát egyszerűen alpári stílusban beszél ott az emberek. Záró kérdés, amitől nem remélek egyébként sokat. De ugye elhangzott, hogy Tarlós ezt már nem játszhatja sokáig, mert a választások előtt idővel jelölteknek lenni kell. És az ellenzék? Vannak-e már nevek? Ki lehet például az ellenzék közös főpolgármester jelöltje?
Szerintem az egész arról szól, hogy az ellenzéket hozzák megint időzavarba. Ha ez egy színjáték, akkor remek. Akkor ez lehet a cél. Remek eszköz arra, hogy bizonytalanság legyen, ne hozzunk döntést, hiszen nem tudjuk, milyen játékszabályok szerint kell versenyezni. Érdemes-e beszállni a versenybe, lesz-e verseny egyáltalán, és innentől kezdve elvesztegetünk megint hosszú hónapokat, nem lehet egy normális kampányt csinálni, nem lehet egy normális politikai egyességet megkötni, vagy nem lehet adott esetben egy előválasztást megrendezni, és akkor megint hátrányból indulunk, ahogy ezt sok időközi választáson is eljátszották most az elmúlt időszakban. Ez lehetséges, hogy így van, de ezek között a körülmények között kell megállapodni. Ha 12 óránk lesz, akkor 12 óra alatt kell megállapodni, és azt a hibát még egyszer nem lehet elkövetni, amit az országgyűlési választások előtt elkövettünk. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát, de szerintem, kell... amit a Bence mond, az abban a szempontban, abból a szempontból érinti ezt a történetet, hogy ha most megvan az az ember, mindannyiunk embere, mondjuk egy közös ember, akit elkezdünk építeni ma, azt sem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint építjük, hova építjük, mi lesz belőle, és el tudja érni azt a pontot, ahova mindannyian szeretnénk eljutatni, mert nem biztos, hogy lesz ilyen pont. Ebben teljesen igazad van, még egyszer mondom, tudomásul kell vennünk, mert nem tehetünk mást, hogy ilyen körülmények, ilyen játékszabályokat állít föl a Fidesz velünk szembe. Nekünk meg kell ugrani ezt az akadályt. Na, ehhez az egy politikai innovációra lesz szükség. És még egyszer mondom, ha 5 óránk lesz, akkor bezárkózunk a szobába, és addig nem jövünk ki még 5 óra alatt, meg nem állapodunk mindenben. Muszáj tovább mennünk. Orbán Viktor nyaralni megy. Jaj. Ez egy hír egyébként, nem egy fejezet egy mesekönyvből. A miniszterelnök a reggeli rádióinterjúban elmondta, hogy szombat délelőtt előadást tart a Tusnádfürdői Nyári Szabad Egyetemen, hétfőn azonban megkezdi szabadságát. Felidézve az elmúlt év eseményeit, úgy fogalmazott. Az erőim végén vagyok, tehát igazán rám fér, hogy az akkumulátorokat föltöltsem. Továbbá azt is mondta, idézem, ha az ember fáradt, akkor türelmetlen. Pedig az emberek ügyeinek intézéséhez, amiről a politika szól, türelem kell. De augusztus végén, szeptember elején kezdjük újra. A politikusok zöme ugyancsak nyaralni indul. Az ATV értesülése szerint a Balaton a legkedveltebb célpontjuk, de nagy szeretettel utaznak Grúziába, Izraelbe és Amerikába is. Orbán Viktor azt is mondta, hogy az erőim végén vagyok, és az jutott eszembe, hogy hivatalban lévő miniszterelnök nem szokott ilyet mondani. Tehát ez most vagy egy nagyon őszinte kitárulkozás, vagy egy szerencsétlen megfogalmazás, vagy mit? Én felkaptam a fejem erre, hogy az erőim végén vagyok. Fárasztó lehet ennyit hazudozni. Hazudni, lopni, csalni, de tényleg egyébként rendszeresen azt csinálja a parlamentben, kezébe temeti az arcát, és masszírozza, és látszik, hogy erői végén jár. Ráférne a pihenés, minél hosszabb időre megy szabadságra, annál jobb nekünk, tehát amíg nem lop, amíg nem tesz károkat, addig legalább nem megyünk hátrébb, ha előrébb nem is jut az ország. Úgyhogy jó pihenést, miniszterelnök úr, be se fejezze. És most komolyan kérdezem, hogy ő azért egy nagy munkabírású ember hírében áll. Tehát, hogy melózik, most független attól, hogy ezt a melónak az eredményét ki hogy ítéli meg. Megéri. Szóval azért véletlenül az elmúlt 8 éve ő sokat pörgött. Abszolút, sőt, most egy új szinteret is választott magának. Tényleg, én nagyon szívesen beszélgetek Orbán Viktor nyaralási szokásairól is, de szerintem, hogy mondjam, tehát hogy én átugrottam ezt a hírt, megmondom őszintén majd a mai napfolyam, mert csak azért, szerintem érdektelen, hogy a miniszterelnök az lehet, mikor megy nyaralni. Az lehet, de hogy nagyon fáradt, amit az András mond, hogy az erői végén van, egy ilyen vallomást azok szoktak tenni, akik sajnáltatni szeretnék magukat. De egy ott kettő, hogy azt gondolom, hogy tényleg közügy, bárki a miniszterelnök, közügy, hogy van. Mikor megy nyaralni, hogy van, akár még az is, hogy hova megy nyaralni. Az más kérdés, hogy van, ez hagyjuk. Az országhatártól balra, ha itt szemben nézed, van egy másik ország, valami Ausztria nevű, és abban vannak városok, ahová állítólag... Ebben a párbeszédben nem hajlandó részt venni, egy dolgot tudom. Szerintem ebben az országban nagyon sok olyan ember van, aki a miniszterelnöknél fáradtabb, bármelyik politikusnál fáradtabb.
az, hogy ő hol nyaral, szerintem az egy fontos kérdés. Az természetesnek kellene lenni, ezzel egyetértek, hogy az aktuális miniszterelnöknek nyilvánosságra hozzák azt, hogy ettől meg ettől eddig szabadságon van, és ekkor meg ekkor itt van. Én ezt normális dolognak tartom. De ez évek óta nem így történik, évek óta hazudoznak. Az meg, hogy azt mondja, hogy ő az erői végén van, azt tudom mondani, hogy az ország is, tehát láthatóan, úgyhogy ráfér egy 40 év szabadság, ránk meg ránk fér valamiféle más új politikai világ. Egy olyan miniszterelnökről beszélünk, aki mindig minden szituációban erőt mutat. Tehát soha a gyengeségnek a legkisebb jele nem volt megengedhető. Hát inkább elhagyja a száját egy ilyen mondat, hogy erőim végén vagyok. Erő vagy erőlködés. Tehát a kettő azért nem ugyanaz. Tehát azért én a miniszterelnököt sokszor láttam erőlködni, ahol megpróbáltam megmutatni, hogy ő milyen erős nyilván retorikába, mások lealázásába, ebbe valóban ő nagyon erős szokott lenni. De még egyszer mondom, az, hogy ő most megpróbálja magát sajnáltatni, nyilván nagyon fárasztó volt a szentpétervári VB döntő. Most elhiszem, hogy most nagyon kell törni a fejét, hogy a 980 ezer forintos megtakarítás, ami benne van a Vanyon nyilatkozatában, azt ugye elverte, mert ugye ő saját maga fizette ki a szentvétervári nyaralását, mert hogy kicsit szét is nézett Szentvétárváron. És hát nyilván törnie kell a fejét most így a szabadság ide alatt, hogy most mi lesz az év hátralévő részében, hogy egy vasa sincsen, tehát hogy én elhiszem, hogy ereje és a pénze is elfogyott itt az elmúlt időszakban. Azt mondjuk nem bántam volna, hogyha az ő meglévő nagy munkabírását és az erejét arra használta volna, hogy ebben az országban jobban érezzék magukat az emberek. De nem erre használta. És ahogy látom, ahogy tapasztaltam az ő parlamenti megnyilvánulásaiból, aztán a parlamenten kívüli megnyilvánulásaiból, ha visszatér 40 év múlva a nyaralásból, mert én azért 40 évet szabnék király egy nyaralásra, és ebben a nagy melegben egy hűvös helyre menni. Ezt már nem én mondtam, de egy 40 év nyaralás után fogja magát azon törni, fogja magát azon törni, hogy az országnak tegyen jót. Minden egyes lép. Én elhiszem, hogy marha nehéz azon gondolkodni, hogy mit lehet még ellopni. Mert ugye egy hét alatt már megint mindent, amit csak lehetett a Lőrinc haverja elvitt. Tehát, és nyilván ehhez azért nagy erőfeszítés kell a miniszterelnök részéről is. Na de hát azt nem tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc vagyona az Orbán Viktor vagyona-e. Nem hát. De egyébként tényleg lehet fáradt. Én pont a Pétervári útja kapcsán nagyon empatikus voltam vele. Ugye két nappal korábban a NATO csúcson elmondta, hogy a keleti veszélyt úgy hívják, hogy Oroszország. Aztán ott elmondta Putyin gazdának, hogy jaj, nagyon szeretünk titeket, és minden rendben az itteni ügyeitekkel, és kérjük a szankciók feloldását Oroszországgal kapcsolatban, és a két nép testvéri barátsága örök és megmondhatatlan. Ebben igazat, tehát, hogy valaki hazudik, és akkor az nagyon nagy erőfeszítést betelik, hogy mindig úgy hazudjon, hogy azért az ne derüljön ki. Csak ugye a mostani médiatizált világban azért nagyon gyorsan kiderül minden, valóban ez az orosz cucc volt az egyik legizgalmasabb, de azt mondom, Szentpéterváron a tárgyalás mellett meg is mondta, hogy ő szétnézett, és talán emlékeztek rá, hogy még panaszkodott is egy kicsikét ránk, magyarokra, hogy nem is érti, hogy mi miért Bécsbe járunk operába, és miért nem a Bálsolyba. Nem tudom, tehát nyilván minden magyar fejébe ez van, amikor Oroszországra gondol, hogy lehet, hogy valóban biztosan nagyon szép a Bálsoly, sajnos én se jártam még benne, de hát tényleg valóban ráfér a pihenés. Biztos, hogy olvastátok, de igenem, hogy Gábor folytatja azt a felmérést, hogy ma Magyarországon Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb nagyhatalmi vezető. Tehát a világ nagyhatalmi vezetői közül, inkluzíve Macron, Merkel, Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb. Nem azért csuktuk be az ajtót, hogy utána visszajöjjenek az ablakon. Ki mondta ezt? Csak nem Orbán Viktor. Hát ez ugye annak idején abban a beszédében, amikor az oroszokról volt szó éppen, egy híres beszéd, sokat lehetett látni. Én egy picit most mégiscsak visszakanyarodnék oda, amit az András feszegetett a miniszterelnökünk egészségi állapotával kapcsolatban, hogy dolgozol még azon, hogy ezt a műsort megszüntessék, Gábor, vagy tovább léphet? Nem, te mondtad, hogy ilyet egy magasrangú vezető, aki az ország élén áll, ilyet nem szokott mondani. Én is egyetértek ezzel, hogy nem szokott ilyet mondani, de azt azért érdemes lenne megnézni, hogy mégis miért teszi. Tehát, hogy a miniszterelnök is ember kezdetű film van szerintem befűzve, és azt is el tudom képzelni, hogy a nyaralásról majd fog posztolni különböző
csatornákon jaj, kis ne, képeket. Tényleg, tehát figyeltek, szerintem ez PR. Én azért vagyok itt általában, hogy ezeket a témákat ilyen irányba is megpróbáljuk megvilágítani. Szerintem ez PR, semmi több. Szerintem minden szavát megfontolja a miniszterelnök. Szerintem ezt akarta mondani. Szerintem ezt akartam mondani, és azért mondta, mert a következő időszak a nyár nem fog különösebben nagy dolgokat csináltatni a kormányával, cserébe ő a személyes imidzsét egy kicsit tudja emelgetni. Most egy picit sajnáljuk őt. Nem, hát elmegy, elmegy nyaralni, hát jár neki, hát a ilyen fáradt, és nem azt fogják mondani az emberek, hogy hova megy, mennyiért, ki fizeti. De ez engem nem is, tehát szegény miniszterelnök. Nincs az a baj, hogyha ha elmegy egy miniszterelnök nyaralni. Aki egyébként 8 éve kormányoz, tehát tényleg nem lehet fáradt. De mi is fáradtak vagyunk tőle, tehát viszont egy mondattal hagyd térjek már vissza erre a Putyin dologra. Mert azért ez nem pontosan így van, hogy a Putyin egy mérés szerint a legnépszerűbb nagyhatalmi vezető. Mert ez egy nagyon speciális mérés volt, ugye egy telefonos applikáción keresztül, és bár valóban a Putyint hozták ki a legnépszerűnek, de ennél többen mondták azt, hogy nem tudják, hogy ki a népszerű vezetés, ami szerintem még érdekesebb, hogy akkor, amikor megkérdezték, hogy Magyarország meg a globális kihívások szempontjával Donald Trump vagy Putyin fogja megoldani a problémákat, akkor 50% fölött azt mondta, hogy egyik se. Tehát, hogy nagyjából így kell ezt a felmérést kezelni. Az tény és való, lehet, hogy együtt nyaralnak. Mert hogy a Putyinnal? Aha, hát bármi. De valami dácsára. Menjünk tovább, de maradunk a nyaralásnál egyébként, nyaralási költségek. A nap grafikonját vagy a nap adatait szeretném megmutatni önöknek. Azt néztük meg, hogy mennyibe kerül egy átlag strand program egy magyar családnak. Vegyünk egy 4 fős családot, 2 felnőtt, 2 gyerek. Azt látják, hogy egy budapesti csúszda parkos strand körülbelül 16-22 ezer forintba kerül csak a belépő egy 4 személyes családnak. Itt a közlekedés, adott esetben a parkolási díj, az ott megevett és megivott dolgok, ebben még nincsenek benne. 16-22 ezer forint, vidéken ez olcsóbb, nem is kevéssel, ott 8-15 ezer forintból már ezt meg lehet úszni. Egy sima strandbelépő Budapesten 4 és 10 ezer forint között van, vidéken ez 3000 és 7500 forint közötti összeg. Sőt, hallottam, hogy a Balatonon már van olyan hely, ahol 1000 forint egy lángos. A fagyi, az 600 000, 1 millió forint, hogy tér van szakács, ott el tudom képzelni, hogy el kell kérni ilyen árat. 1000 forint egy lángos. Hát nem a lángos, de az étteremben. 1600 000. És hát attól függ, miért eszel, nyilván egy sima... Egy sajtos tejfős lángos, jó, de ha egy simát eszel, akkor az csak egy 1000. De egy gombóc fagyi, az tényleg, tehát 250 forintnál kezdődik egy gombóc fagyi, és azért tényleg, ha egy 4 tagú család bemegy, akkor és még fagyit tesznek, üdítőt tesznek, bár... Hogy lehet a gyereknek megmagyarázni azt, hogy ne kérj fagyit, meg ne kérj lángost, mert az drága. Én azt tapasztaltam egyébként, hogy már évek óta azok, akik bemennek így strandokra, nyilván viszik magukkal a kis szatyrot, a otthon megcsinált szendvicseket, a gyümölcsöt, hűtőláda. Az üdítőt hűtőládába, de azért ott mondjuk egy strandon belül, aki járt, borzasztó nagy kihívás egy felnőttnek, de még tehát egy gyereknek is, ugye látni, hogy ott fagyi van, ott jégkrém van, ott üdítő van, és ezek a csúszdás élmény parkszerű strandok, azok meg tényleg igazán ugye drágák, mert hát ott olyan mondjam, élményeket adnak, meg olyan eszközök vannak, amiket karba kell tartani, úgyhogy elég drága, de az, amit mondtál, valóban 500 ezer forint lassan az alapfizetés egy szakácsnak. Amit kicsit hiányolok az összeállításban, az a természetes vizek. Mi nem szeretjük annyira medencés helyeket, hanem egy tópartra, a folyópartra lemenni. De az a helyzet, hogy ott is egyre kevésbé vannak mondjuk szabadstrandok a Balaton partján. Ugye évről évre fogynak az utolsó szabadstrandokat is, átalakítják, felvásárolják, és így tovább. És most megy egy nagyon jó kampány az a hang.hu-n, ahol a balatoni szabadstrandok fennmaradásáért kampányolnak, ahhoz gyűjtenek aláírás, és az ottani polgármestereket fogják ezzel megkeresni. Szerintem ez baromi jó kezdeményezés, mert mi jogunk van ahhoz szerintem, igen. Hogy a természetes így, vizeinkhez, egyáltalán a tavainkhoz hozzáférjünk. Tavaly még, mert én szabadstrandra mentem, tavaly még a Velencei tónál volt, tehát hogy
két évvel ezelőtt egy ilyen nagyon nagy szakasz volt, és akkor ez egyre kisebb és kisebb lett a szakasz, ahol be lehetett menni, és valóban egyébként, de ugye a balatoni strandoknál is az van, hogy ahol csúszda van, mert ugye vannak ilyen ott strandok, már ott már, de nem csak, ott már drágább a belépő, ahol csak le van kerítve, és van valami, oda is van belép tidít, úgyhogy meglehetősen drága nyaralás, de mondjuk aki ki se tud menni a városból, mondjuk Budapestről, vagy bármelyik vidéki városból, amit itt kell megoldania, mert nem tud elmenni egy hétre nyaralni a Balatonra, vagy nem tud elmenni hétvégére a Balatonra, annak mondjuk a városba kell ezt megoldania. Hát itt is láttuk az ábrából, hogy olyan horribilisek ezek az összegek. Nézzétek, szerintem kimész most a strandra a gyerekkel, mondjuk ne legyen négy tagú, legyen háromtagú család, egy gyermek a két felnőttel, a gyerek nyilván csúszdázni szeretne, ezért megy, esetleg elviszitek a kis barátját is, hogy a gyerekkel legyen, és leültök egy sörözőbe meginni egy sört, amellett, hogy befizettetek olyan 25 ezeret belépőre, vagy hát annyit legalább, mondjuk, vagy a körül, megisztok egy sört, tesztek egy lángos, stb. 30, gyerek még külön vált a csúszdára, ha kell egy, ha benne van az árban, akkor nem, de akkor is megiszik egy üdítőt, mondjuk te is még később is, 35-40 ezer forint, egy ilyen hétvégi, egy napos. Budapestieknek szóló budapesti kirándulás, egy budapesti strandra. Vidéken ugyanez a helyzet egyébként, egy picivel olcsóbb a történet, de mondjuk Hajdúszoboszlón én nem régen voltam, nem sokkal olcsóbb egyébként a hajdúszoboszlói történet. Cserébe bizonyos vagyok benne, hogy ebben rengeteg pénzt beletettek ezekbe a csúszdaparkokba, gyönyörűen felépítették, hatalmas csúszdák vannak, el tudom képzelni, hogy ennek az üzemeltetése hatalmas összegekbe kerül. De hát az irreál, tehát egyszerűen már régebben ugye nem akarom ide citálni a 20-30 évvel ezelőtti történeteket, de átlag családnak volt arra lehetősége, hogy elmenjen a Balatonra a gyerekeivel, vagy ő csak a két szülő, és nyugodtan letegye a fejét aludni, miután megvacsorázott egy étteremben. Ma vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod. Ha strandra szeretnél menni, akkor arra elmegy a 35 ezred, meg a 40 ezer forintod. Egyáltalán van ennyi pénzed, de én azt gondolom, hogy ma a magyar lakosság szerintem több mint 50%-a nem, hogy nem engedheti meg magának, hogy 40 ezer forintot elköltsön egy hétvégén egy strandon, hanem hogy egész egyszerűen ez az összeg nem is áll a rendelkezésére. Azzal folytatjuk, hogy egy friss felmérés szerint 500-600 ezerre tehető azoknak a száma, akik azon gondolkodnak, hogy kivándorolnak az elkövetkező években. Mutassuk meg a felvezető filmet, és utána nézzük meg még gyorsan, hogy hogy áll a nap szavazása. Becslések szerint akár 600 ezer magyar is élhet külföldön, és még majdnem ugyanennyien tervezik, hogy néhány éven belül elhagyják az országot. Ez derül ki a KSH legfrissebb kiadványából. Portfólió, a statisztikai hivatal 2016-os mikrocenzus kivándorlással kapcsolatos eredményeit összegezte. Így amellett, hogy friss adatok, becslések vannak a külföldön élők számát illetően, egy sor új adatot is megtudhatunk az elvándorolt magyarokról. Nem meglepő módon a fiatalabb korosztály vándorol el, a 25-45 éves korcsoportban jóval nagyobb a hajlandóság erre. Három legfontosabb célország az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria. Ugye az adás elején a nézőknek a 79%-a mondta azt, hogy gondolkodott már az elvándorláson, hogyha lehet, akkor mutassuk meg, hogy most hogy állnak a számok, és közben 80%, 1%-kal többen indulnának útra. Szép. Na, ez totális ellentétben van azzal, amit a kormányzat mond. Tehát Harrach Péter azt jelentette be, hogy megindult a visszaköltözés. Nem beszélnek a KSH-val? Mert hogy a KSH, azt nem lehet azt mondani, hogy ez egy ellenzéki hivatal. Nem, tehát hogy már eljutottunk oda, hogy még a házi adatszolgáltatójuknak is kénytelen voltak leírni, hogy azért ez a kivándorlás probléma, ez valóban létezik. Ugye becslések vannak arra vonatkozóan, hogy hányan élnek már most külföldön, itt nagyon nagy a szórás. Én láttam 120 ezertől 600 ezerig tartott, de valahol valószínűleg a kettő között van az igazság, olyan 400 ezer környéke lehet az, ahol a hány magyar kint van, és ők a legmagasabban kvalifikáltak, a legaktívabb réteg, akik már most hiányoznak. Nem csak a befizetésük hiányzik, hanem hiányzik az az aktivitás, ami ezt az országot előrébb vinné. Ráadásul ez a cenzus, ha jól olvas,
olvastam ki belőle, azt mondja, hogy a diplomások, akik Magyarországon elvégezték az egyetemet, és belőjük nyilván fektettünk pénzt az adófizetők pénzéből, ők nyugaton jellemzően nem a munkakörükben, nem a végzettségüknek megfelelően helyezkednek el, hanem alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörbe, de úgyis többet keresnek. Tehát, hogy ez már ráadásul dupla veszteség is Magyarország számára. És az a felmérés, ami most kijött, hogy legalább 500 000 ember készül arra, hogy megfordult a fejébe, hogy elmenjen, szerintem ha van nemzeti tragédia, az ez. De ez nem magyar jelenség, tehát ugyanezzel küzdenek a lengyelek, a horvátok, sőt, a románok. Igen, csak annak idején a Balkánon jelent meg ez a probléma, Bulgáriában egy óriási probléma volt ez a fajta kivándorlás, illetve a balkáni országokban, ott ugye más körülmények között, és egy évtized alatt sem tudták kiheverni az ottani veszteségeket. Már ma is látjuk, hogy hiányzik az orvos, hiányzik a nővér, hiányzik a tanár, de szerintem, ha valaki ki akarja most nyáron festetni a lakását, vagy egyszerűen csak vízvezeték szerelőt akar hívni, akkor valószínűleg, hogy mondjam, sírva fakad, mert nem talál egész egyszerűen embert, aki elvállalna a munkát, mert mindenki milyen érdekes nyugatra megy, nem keletre, amerről a miniszterelnök keresi a megoldást. De keletre is, majd mindjárt beszélünk erről. Hanem alapvetően délkeletre, de nem úgy keletre, hogy Oroszország irányába, hanem alapvetően nyilván a nyugati, az európai integráció irányába. Úgyhogy mondhatja azt Harag Péter, hogy ez nincs így, akkor is ki fog ürülni az ország, és a végén itt maradunk, tanár, orvos, vízvezetékszerelő, szakmunkások, diplomások nélkül, és akkor majd lehet újra meg újra ismételgetni, hogy de többen jönnek haza. Ez a gazdaságot érintő politikai része tulajdonképpen ennek a történetnek, de emögött az én fejemben egy csomó érzelem van. Magam is, tehát most csináljunk meg egy felmérést, hogy van-e közöttünk olyan, akinek a családja vagy közvetlen kapcsolata, bármilyen ismerőse a közvetlen környezetéből érintett ebben a témában. Tehát, hogy 4-ből 4. Tehát itt azt a történetet érdemes megfeszíteni egy picit. Nekem elég sarkos a véleményem, de most megpróbálom röviden összefoglalni, hogy itt emberi sorsokról beszélünk, és az a legkevesebb, hogy elmennek és dolgoznak két diplomával, mint mosogatók egy londoni kocsmában, hanem amíg ott dolgoznak, és eltelik ott egy fél év, és próbálnak előrelépni, ilyen lakást bérelni már egyedül, nem csak egy szobát, hanem és ezt meg tudják csinálni. El fognak tudni jutni arra a pontra, amikor ezek az emberek, szóval nem az a baj, hogy elmennek oda, hanem hogy nem akarnak hazajönni. Erről van szó. És a legnagyobb gond az nem csak a gazdaságot érintő és egyéb ilyen történetek, hanem azok a megnyomorított, meg megcsonkított, az én fejemben megcsonkított családok, akik itt maradnak és sírnak az unokájuk után, a gyerekük után, a szülők, akik külföldön vannak, ez tragikus. Tehát mindamellett, hogy én mondom, a saját családom, legközvetlenebb családom, közvetlen környezetemből is van ez a példa, nem tudom már, hogy ő haza akar-e jönni egyáltalán, mert már 5 éve kint vannak Angliában, jobban beszél magyarul, mint angolul, mert 10 éves volt, mikor kiment, és 15 most, vagy 16 éves. És szóval egész egyszerűen szétszakítják a családokat. Ha emögé benézel, akkor az én szememmel az látható, hogy nem érdeke valamiért ennek a kormánynak, hogy ezek az emberek itt maradjanak, vagy nem érdeke ennek a kormánynak, hogy ezek az emberek visszajöjjenek. Hát amikor kitalálták ezt az elképesztő butaságot, hogy gyere haza fiatal, meg csinálunk neked ilyen, és hazahoznak 128 gyereket egy év alatt, és csinálnak belőle egy sikerpropagandát, ez meg még gusztustalan is. Tehát, hogy ugye de hát is verték őket a projektbe ráadásul. Igen, nem. Átverik az ember. Nem teljesítették azokat az ígéreteket, amiket tettek. És akkor ők meg mennek vissza, tehát nincs mese, vissza fognak menni oda, ahol pénzt tudnak keresni, megépítették a saját kis életüket, pont ahogy mondtam, van már bérelt lakásuk. Ami a legfontosabb különbség Magyarország és más kelet-európai országok között, hogy máshol adresszálják ezt a problémát, nem eltagadják. Igen. Tehát Romániában valóban magasabb arányaiban a kivándorlók száma, de ott a kormány ezzel foglalkozik, igen, és nem ilyen látszott megoldásokkal, sikerpropagandával próbálja elütni a dolog élét. Itt meg az történik, hogy folyamatosan beszélnek a népesedési válságról, de nem beszélnek a népmozgalmi válságról, aminek része a népesedési kérdés is. A másik része meg az, hogy aki megszületik, az vagy kimegy, vagy már kint születik meg, és így tovább.
És ezt a kettőt, hogyha nem képesek egyben kezelni, és ha nem képesek, vagy nem akarnak egy élhető országot teremteni azok számára, akik valóban mobilak, nyitottak az idegen kultúrákra, nyelveket beszélnek, képzettek, és emiatt valószínűleg egyébként kritikusak a kormánnyal, és itt a válasz a fel nem tett kérdésre, hogy miért csinálják. Szóval, hogyha ezt nem akarják kezelni, akkor ránk fog omlani az egész ház, miközben síró nagymamák azért, lesznek. Azért az menjünk tovább, mert a következő téma ebből igen. következik. Nevezetesen az, hogy dupla pénzért járnak a magyarok Romániába dolgozni. Erről a Heti Lapról forgatott, és a riport az meglehetősen komoly hullámokat vetett. Nem tudnak annyi órabért adni, nem tudnak annyi fizetést adni, mint amit Romániában megadnak. Ha túlórázik, akkor meg még több a pénz. Pár nap alatt közel 700 ezeren nézték meg a Heti Napló riportját a Facebookon a Romániába dolgozni járó magyarokról. A közösségi oldalakon vita bontakozott ki arról, hogy ez megalázó-e a magyarságra nézve, testesen szólva, már a románoknál is jobb a helyzet, mint nálunk. A Heti Napló vasárnap tovább folytatja a rendkívüli érdeklődést kiváltó riportot. Hiába az eredeti felvételek névvel és arccal elmondott élettörténetek, vannak olyan szélsőséges trollok, akik kétségbe vonják, hogy igazak-e a sztori állításai. Ők a saját szemüknek sem hisznek, vagy nem akarnak hinni. Mintha a nemzeti önérzetet sértené, hogy a dél-magyarországi magyarok tömegével járnak ki Erdélybe dolgozni, mert ott többet lehet keresni, mint itthon. Azt mondja az Schwabi Andris, hogy iszonyúan nekik rongyoltak. Tehát, hogy politikát látnak ebben egy csomóan, ami szintisztán gazdaság, több pénzt lehet kapni ugyanannyi munkáért, ezért átmennek a magyarok, és hogy ez nem igaz, ez hazugság, ilyet magyar ember soha nem tenne, hogy egy románnak lesz a muzsikja, meg szóval, hogy miért van különbség aközött, hogy azt elfogadjuk, hogy magyarok évek óta járnak Ausztriába, Németországba és a világ bármelyik nyugati részére dolgozni, és ez tök normális, ezt mindenki így kezeli, de ha Romániában vállal munkát, akkor az vagy nemzetáruló, vagy hazugság az egész, mert ilyen történet nincs is. Foci. Mindig az jut eszembe. Komolyan, ez az a történet, a néplélekbe be van kódolva ez a műsor. Én szerintem ezt nyilván megpróbálták sokan életben is tartani, de még egy román-magyar foci meccsnek mindig volt egy ilyen különös éle, ez eltagadhatatlan. Tehát, hogy ott nagyobb szurkolás volt, keményebb szavak a lelátókról, óriási. De ha megnézitek ezt a történetet, én megnéztem ezt a riportot is, amiről szó van, az egy a riportban az egy darab vállalkozásról beszélünk, egy nagyobb gyárról, ami gyaníthatóan egy hát ilyen közepesnél nagyobb vállalkozás, talán multi, nem is tudom, lehet, hogy máshol is van. Miért ne lehetne egy Romániában székhelyen rendelkező cégnek nagyobb potenciálja, munkaerőigénye, mint mondjuk egy határközeli magyar vállalkozás. Nincs ebben semmi. Az ég egy azt a világon, semmi rossz. A románoknak az elkölthető jövedelme már magasabb vásárlóértéke, mint a magyaroknak. Pont vége. Tehát rommá vannak adóztatva, főleg az alacsony keresetűek, ezért mondja a Párbeszéd azt, hogy alapjövedelem plusz munkajövedelem, főleg az alsó jövedelmi sávokat, vagy az átlagbérig kéne megnyomni a nettó bért, és akkor nem kéne átjárni Romániába dolgozni, miközben itthon is munkaerőhiány van. Nem az a baj, hogy a nemzeti büszkeségünk sérül, hanem az a baj, hogy itthon sincs dolgos kéz, nem szedik le a gyümölcsöt például a földön, nem találnak a vállalkozók munkaerőt, és ezért áll a gazdaság. Sok mindennel egyetértek, de alapvetően azt gondolom, hogy az a fajta erőltetett, a kormány által erőltetett nemzeti és kulturális fölény, amit itt megpróbálnak az emberekbe beveszélni, annak ez a következménye, nevezetesen az, hogy amikor jön velünk szembe a valóság, és ez valóság, tudomásul kell venni, hogy Szlovákiában is sok minden olcsóbb, mint Magyarországon, és az osztrák-magyar határ mentén lakók oda járnak át, Ausztriába járnak át sokszor vásárolni, vagy Szlovákiába járnak át vásárolni. Szóval, hogy amikor szembe jön a valóság, hogy a sokszor lenézett románok, mert így beszélnek nagyon sokszor Romániáról, miközben sok hibája van az országnak, főleg a politikai vezetésnek, de az elmúlt évek valóban azt bizonyították, hogy ott van, ahol sikert értek el. Akkor ennek az a következménye, hogy a valósággal sem képesek nagyon sokan szembesülni, annak meg azt hiszem, hogy annak is igazi nemzeti tragédia vége, amikor egy ilyen felsőbbrendűségből mindenkit, aki a környezetünkben van, lenézünk, vagy lenéznek, mindenkivel szemben harcolnak, és azt gondolják, hogy mi mindenkinél jobbak vagyunk. Nem vagyunk mindenkinél jobbak vagy rosszabbak, mások vagyunk, magyarok vagyunk, a magunk valóságában, jelenleg ezzel a kormánnyal, ezzel a politikával. Aztán reméljük, hogy ez a valóság meg fog előbb-utóbb változni. Most itt a vége.
Nagyon rövid leszek, mert időhiányban vagyunk. Róna Jégon következik. Akkor én is rövid leszek. Jó estét, szervusztok! Elmondom, mi lesz az egyenes beszédben 7-től. Szentpéteri Nagy Richárd és Lakner Zoltán, velük kezdjük meg a szocialisták népszavazási kezdeményezéseivel és a KDNP ötleteivel, amikkel Harrag Péter szórakoztatja most a nagy érdeműt. Egyfelől megint elővette a vasárnapi boltzár ügyét, hogy ezt akkor ők újra, meg már talán a társadalom is átgondolta, gondolja ő. Másfelől pedig, hogy azt az elsétálás jogát, amit a devizahitelesek megmentése kapcsán oly sokan követeltek a 2010-es évek elején, na azt most megértve a KDNP szeretné bevezetni, segítsen a devizahiteleseknek. Hajrá, beszélünk erről is. Aztán várom dr. Vörös Imre akadémikus volt, alkotmánybírót, 5 éve nem szólalt meg, akkor viszont amikor utoljára, akkor elmondta azt a véleményét, hogy szerinte alkotmányellenes mindaz, ami a parlamentben törvény címszóval megszületik, mert ahogyan a parlament összeállt, már az alkotmányellenes. Éppen ezért a törvények egy részét be sem kellene tartani. Hogy így gondolja el ma is, és hogy másképp gondolja ezt a rendszert és az országot, mint amilyennek akkor látta, talán megtudjuk tőle. Sértő Radics István Uszka polgármestere 1994 óta vezeti a szatmári települést. SZDSZ-es politikusként kezdte, hát SZDSZ most már nincs, ő viszont változatlanul viszi a település ügyeit, ráadásul ő ott a háziorvos is, és most pert is nyert az állammal szemben. Lesz miről beszélgetnünk egy kis szatmári település példája kapcsán. Csodákat beszélnek a politikusok, tusványosan idéztem már néhányat. Bárándi Gergely, aki 3 hónap ezelőtt még a szocialisták országgyűlési képviselője volt, például kiült a színpadra, és azt mondta, hogy az ellenzék eladta a választásokat a Fidesz javára. Érdekes gondolat. Az LMP és a Jobbik képviselői is felültek a színpadra, hát egészen elképesztő módon megalázó helyzetbe kerültek. Ezekről is beszámol onnan a helyszínről rendre az index.hu-n Dúl Szabolcs, és itt nekünk is az egyenes beszédben megkapcsoljuk majd Tusványost. Össze-vissza beszélnek a szakértők a hízásról, meg a fogyásról. Most kínai tudósok egyenesen az ellenkezőjét állítják annak, mint amit most már több mint 2 évtizede Rubint Réka és Sóbert Norbert nekünk magyaráznak, hogy mi árt és mi nem árt, hogy mit tegyünk és mit ne együnk, hogy hogy éljünk és hogy ne éljünk. Hát lesz itt miről beszélgetni, őket fogjuk faggatni majd a kontrában Murányi Andrással, ez lesz az egyenes beszéd, 7-kor kezdünk, a szó pedig a tiéd, Andi. Köszönöm szépen, ezek jó témák, nézzék az egyenes beszédet is, mi pedig gyorsan búcsúzunk, köszönöm Vadai Ágnesnek, Tordai Bencének és Beres Gábornak, hogy eljöttek hozzánk, önöknek meg azt, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra!